méter, azt nem kaptam semmikor. Most valahogy kijelölték, az mindenki itt fordul. Hát most nem erre mentek, ugye, hogy visszafele megy minden. Hát a gecibe folyasz. Hogy érzed magad közben beszélni? Szuper volt, nagyon komoly volt most az eleje. Volt egy gyönyörű szép patak, ugye eltöltöttünk egy kis időt benne. Jó volt a víz, bírtunk fürdeni is. Figyelj, bemész a kapun, ahol előbb. Balra, balra. Jössz erre, végig mögöttünk erre. Vigyázz, vigyázz, vigyázz! Szia, drágám, 3 percet van. Az lehetetlen, mert ki vagyok készve 13. Úgy van rászámolva. Ez plusz 3. Plusz 3. Úgy számoltuk már ki. Már mennyivel késted ki, tudod? Elfelejtettem puszítani, de most nem már... baj, nem számít, Fidel. Valik nap túléltük, a csapat is túlélt, ez a legfontosabb. Hát én nem tudom, hogy tegnapi eredményen tudtam javítani, mert annyira borzalmas volt már a pálya, hogy én ilyet még nem láttam, komolyan mondom. Tehát ez ember próbáló, bízom benne, a többiek is szenvedtek. Én a saját érzéseimmel tudom, azok nem is felel mások lehangolóak. A végére majd kíváncsi vagyok, hogy tényleg mi lett a vége. Elég hosszú volt a nap, nagyon elfáradtam, és itt az utolsó checkponton bekéstem 2 percet, ami nem volt annyira jó, mert ezért így most megint hátrébb kerültem egy kicsit. Ennyi. Minden rendben ment, talán egyszer estem. Ennyi. Mai nap 2 nap kombinációja volt, nem volt rossz a pálya különben. Nem cseréltem gumit, az első gumit, és emiatt estem egyet, sajnos nem csúszott az első gumi, de amúgy tökéletes volt minden. Készülünk a holnapi napra, az nehezebb lesz szerintem. Ugyanazok a pályákon mentek holnap is? Nem, holnap egy abszolút új pálya lesz, ahogy a térkép szerint néztük, inkább jobban ilyen sziklás. Ez remélhetőleg jobb lesz, minél nehezebb lesz a pálya, annál jobb szerintem nekünk, mert akkor jobb eredményt tudunk elérni, hát majd meglátjuk. Akkor nagyon lassan mentünk, leszettük a hátsó féket. És mennyivel jobb lettél már? Sem ennyivel. De hogy nem, sokkal jobb lettél már. Tényleg? Nem tudom, hogy 80-dik lettél. Mennyi? 80. 81-dik lett a Peti. Tehát azért mondom, hogy vissza se kellett volna rakni. Ez gyönyörű. Na, hátsó fék nélkül is sikerült. Ennyi. Nyomj a gyuszokám. De, tényleg nem. Na, túl vagyunk a 3. napon. Olyanok a testek. Én szerintem ez egy ilyen pihenő nap volt. Abszolút easy, tehát abszolút könnyű volt számomra legalábbis nagyon. Élveztem a motorozást. Annyira megszerettem már ezeket a köveket, hogy legszívesebben mindent hazavinnék. Ez a csavar, ami ide bejött, ez fogta össze az alagutat. Akkor kijöttem, összedőlt. Hát mit is mondhatnék, 3. napon túl vagyunk, nem egy rossz érzés. Különösebb kaland nem volt. Megoldottam a pályát. Hát egy gondom van, nem is tudom, hogy mondjam, a hátsó felemen nincs bőr. Ez egy kicsit nehézé teszi a dolgokat, de valahogy megoldom. És honnan fogod pótolni a bőrt? Hát ez jó kérdés, lehet az arcomról. Nagyjából véget ért a 3. nap. Még várjuk a klubcsapatos versenyzőket. A trofi lement, eddig a szerviz, minden rendben van a szervizzel. Sajnos a Boros Tomit elvesztettük az első napon, a többiek még azért bírják. Hátra van még előttünk 2 teljes értékű nap, illetve a szombati cross verseny. Kint a szervizponton a kollégák zseniálisan helytállnak, tényleg hibátlan a kiszolgálás, minden tiszteltem az övék. Itt bent, amit lehet, megteszünk a versenyzők pontos kiszolgálása érdekében. Eddig flottó zajlik a dolog, még beszélünk a hétvégéig erről.